Ugye ez egy közel 2,5 milliárdos beruházás itt az ipari parkban, és ahogy ön is említette, tulajdonképpen a Nyírbátori elkerülőnek egy szakasza is megépült ezzel. Mi ennek az egész beruházásnak a jelentősége? Ennek az a jelentősége, hogy a Nyírbátori ipari park vonzó képessége tovább nő. A szükséges infrastruktúrák kialakítása megtörténik teljes mértékben, gondolok itt az áramellátásra, gondolok itt az ipari park és az M3-as közötti kapcsolat megteremtésére, és gondolok itt az autóbusz megállóhelyek kialakítására, hiszen az elfogadhatatlan volt, miszerint több mint 4000 ember fordul meg itt naponta, ugye a műszakváltáskor, és az autóbuszok nem tudtak hol parkolni. Mindenképpen szükséges olyan infrastruktúra fejlesztés a Nyírbátori Ipari Parkban, ami további zöldmezős területeket von be beruházásra alkalmas területként, ezért nyilván közműfejlesztéseket és még bekötő utakat fogunk építeni a következő időszakban, de nagyjából ez a projekt egy hónapon belül befejeződik, aszfaltozások és minden egyéb történetben. Amit még ma nem látunk, az az, hogy a személyforgalom hogyan fog alakulni, tehát amivel még kalkulálnunk kell közép-hosszú távon, az egészen biztosan a buszforgalomnak a szabályozása, hiszen amit mi megálmodtunk nagyjából 5 évvel ezelőtt lekerült megtervezésre ez a beruházás, akkor úgy gondoltuk, hogy egy 5-10 évig ez a buszkapacitás, a buszállomás kapacitása elegendő lesz, de mivel 5 évbe került, hogy ez a projekt megvalósuljon, gyakorlatilag a kapacitását kiismerítettük, tehát itt egészen biztosan egy további bővítésben kell majd gondolkodni. Jelentős mértékben nőtt az itt dolgozók közlekedés biztonsága, másrészt Nyírbátor az elkerülő út miatt mentesül rengeteg kamion forgalma alól, harmadrészt pedig a város ilyen formában egy olyan ipari parkra tesz szert a fejlesztések révén, ami szerintem a megyébe, de Kelet-Magyarországon mindenképpen a legnagyobb vonzóképességgel rendelkezik. Hogy látja ön? Ugye említette a sajtótájékozaton, egy 34 milliárdos lehetőséghez jutott ez a város és környéke a 8 év alatt. Hogy a következőkben mire van igazándiból lehetőség? Mit lát ön a következő uniós ciklusra? Csak a legnagyobb programokat számítva, több mint 50 program valósult meg 2014 óta Nyírbátor városában. Ezt, ha összeadjuk, akkor több mint 34 milliárdot kapunk. Én optimista vagyok a jövőt illetően, még több munkahely fog létesülni az elkövetkezendő időszakban, és még jobb munkafeltételek lesznek, és még magasabb fizetés.